Ezek a korábbi felvételek tüskés réten készültek, ide képzelte el a Pécsi Akvaparkot az ÖPE akkor. Jelenleg bizonytalan a fürdő helyszíne fenntarthatósága, illetve a beruházás finanszírozása, mégis most kedden került a Városgazdasági Bizottsága elé újabb fürdő tanulmányok terve, amit elfogadtak, mondta stábunknak a bizottság tagja. 40 millió forint értékben került megrendelésre két tanulmány. Azt gondoljuk, és az a határozott álláspontunk, hogy ez egy hazárdjáték, hiszen nem látjuk azt, hogy mikor lesz tényleges megvalósulása ennek az akvaparknak. Minden ígéretük ellenére, amit a polgármester az elmúlt időszakban és emberei kijelentettek. Azt viszont jól látjuk, hogy a pécsieknek bár fürdő nem lesz, ellenben Péter Fiatila barátainak közpénzfürdő igen. Úgyhogy ez meg fog valósulni. Az akvaparkba szkeptikusak vagyunk. Barkóczi Csaba elmondta, korábban éppen Péter Fiatila bírálta a fideszes városvezetést, hogy sokat költenek az akvapark körüli előkészítésre. Most pedig éppen ők rendelnek 40 millióért újabb tanulmányokat a bizonytalan helyzetben lévő beruházáshoz. Mint ismert, a pécsi akvapark vízellátása a legkritikusabb kérdés. Ehhez kellene megfelelő hőfokú forrást találni, különben a víz melegítése miatt erősen veszteséges lenne az üzemeltetés.